kiemelkedő szerepelt a Séi tavasz nyitó rendezvényén, a résztvevők és a nézők örömére. Két rendezője van a mai napnak. Az egyik a Séi baráti asztaltársaság, a másik pedig a Főiskola Művelődés Szervezés szakos hallgatói. Mi elindultunk még az ősszel, és házról házra jártunk, és próbáltuk összegyűjteni azokat az embereket, akik készek tenni, nem csak a maguk művelődéséért, hanem a közösségért is. És egy kis vendéglőben itt hetente összegyűltünk, már idestóbb egy éve, és a magunk számára szerveztünk programokat. De úgy gondoltuk, hogy ez kevés, és szeretnénk az egész falu számára kiterjeszteni. Nincs most intézmény a mai nap mögött, hanem egy baráti társaság, és ők kedves, jóindulatú és fölkészült főiskolások. Mint egy nyugtázzák most a falubeliek, hogy megújul az életük, kivonultak ide a falu szélére, és játékkal köszöntik a tavaszt. Nem hívtak vendégelőadókat, maguk fognak itt énekelni, táncolni, verseket mondani, és vidám játékokban vesznek részt. Új kőkorszak beliek a játékok, hiszen a falu története az új kőkorszakra nyúlik vissza. És a évfordulóra mi úgy próbáltunk emlékezni ebben az évben, a Millet Centenárium évfordulójára, hogy ezt a földet, ezt a szűkebb kis hazát szeressék meg jobban az itt élők, ismerkedjenek meg a falu akkori életével, még ha kevés történelmi adat áll is rendelkezésünkre, de azok birtokában próbálják elképzelni. Fenkövi vagyok a kőnök. Hát igaz, hogy a csapatom kicsik vagyunk, de erősek. A Balta Bobó a nagy vadászom, aki nagyon sok állatot fogott már. Szigonyú a halász, aki minden halra kapász. Na most mondd meg a valódi neved. Pezenhofer Brigitta vagyok. Tetszik ez a játék? Igen, nagyon tetszik. Hogyan készültetek rá? Hát egy héten többször is találkoztunk, rendelkezésünkre állott a könyvtár, és ennek köszönetet is szeretnénk mondani. Nagyon sokat kellett felköszülni ehhez a játékhoz, hiszen maga a házépítés telt nagyon sok időbe.